Tudod, szeretem, ha egy srác már fiatalon tudja, hogy anyagi biztonságban fog élni. Hallgatja ezt a 21 éves Máté, szociológia hallgató. Egész életünk leírható, hogy megnyújtott óvodai szünetként. Jó, akkor most játsszuk azt, hogy felnőttek vagyunk. Én azt nem szeretem. Panaszkodom, szinte sírva, hogy növeljem a hatást. Kus, kapom a választ. Úgy érzem, nem elég egyértelmű, talán csak nem emeltem eléggé a hatást. Megpróbálom még egyszer, ezúttal toporzékolok közben, majd a földhöz vágom magamat. A többiek lassan elhaladnak mellettem, miközben életem legkeményebb disztrekjét kántálják. Böge masina, nem lesz katona. Hát srácok, nem gondoltam volna, hogy ezt mondom, de kurvára remélem, hogy igazatok lesz. A kisfiam, ha így folytatod, nem lesz belőle semmi mondatot, csak akkor szabadna használni, ha a gyerek spontán amputációkat hajt végre magán. Ne félj, anya, én így egészben szeretem magam. Sajnálom, fiam, abból nem fogsz megélni, pedig alacsony a konkurencia. Kiemelt állásajánlat. XY multicég főállásba keres alkalmazottakat, elégedett ember munkakörbe. Elvárások, legalább középfokú önismeret, elérhetőség heti 7 nap 24 órájában, kommunikációs készség, zárójelben, olyan, amilyennel nem akarod megmondani kollégáidnak, hogy szerinted hogyan kellene élni az életüket. Fő feladatok, megélni a pillanatot, élvezni, hogy élsz, éjszaktól függően kifeküdni a fűbe és nézni a csillagokat. Csinálhatják akár párokban is, sőt, erősen ajánlott. Fizetés, apró betűkkel a lap alján, megegyezés szerint. Munkavégzés helye? Hát, látod, ezt én is szeretném tudni. Senki se tudja, hogy mit csinál, de mégis te mész rossz irányba. Bum, hogy a srác, aki szerelőd lett, ahogy fizetése a tiéd triplája. Bum, hogy a kedved is egyre rosszabb, minél tovább vagy a szerepben. Bum, hogy lassan már a gyerek fizet helyetted az étteremben. Bum, hogy a végéhez közeledve jössz csak rá, hogy nem is éltél. Bum, hogy az elmúlást így sem húzhattad meg, pedig ettől féltél. Bum, hogy a halált lehet szebben kéne megragadni, mondjuk bum, sztarára, bum, hát nem fogsz folytatódni. Nem! Nem tudom, mi az élet, de biztos nem lehet sablomba zárni. Bár lehet ez csak egy nagy játékfilm, de a szerepeket te osztod. Nem tudhatod, lesz-e folytatásod, vagy legalább egy spin-offod. A szerepedbe mindig önként jöjj bele. Az idődet, a stáblistáig, ne a reklám töltse be. Te nem adtad el magad, és ezek nem is szponzorok. Ha azt mondják, színészi tehetség, én mindnyájunkra gondolok. Akik a szövegkönyvet még a szülőszobában hagyták, akik bármekkora nyomás mellett is magukat adták, mert statisztának lenni ritkán hoz hírnevet. Lehet karakterszínész vagy, de te magad vagy a karaktered. És mert ez lassan egy fogadd el magad montázsnak hat, nézz körbe, aki durván alvasztak, ritka, hogy szerepet kap. Na, és te tulajdonképpen mikor is kérdezted meg, hogy én mit szeretek? Válaszolta Máté, majd fizetés nélkül elsétál.